Az avatáson Nagy Bálint beruházási államtitkár országgyűlési képviselő kijelentette, a Magyar Falu program a vidéken élő emberek valós igényeit hivatott megvalósítani, így újult meg az elmúlt években a térség sok-sok óvodája, iskolája, orvosi rendelője és plébániája mellett számos út, játszótér és temető is. És én Véndiák, szívem fölemelem, és így üdvözlöm a mindig újakat. Föl-föl, fiúk, csak semmi félelem. A Nagykanizsai Tankerületi Központ igazgatója felidézte, az oktatás Páhokon 1890-ig egy tanteremben folyt, és itt egy időben 100-nál is több diákot kellett okítania egyetlen pedagógusnak. Magyar Ferenc azt mondta, érdemes megnézni, néhány emberöltő múltán hol tart, milyen lett Alsópáhok iskolája, amely a település identitásának, önazonosságának fontos helyszíne. A 270. évfordulót az intézmény jelentős beruházással is ünnepelheti, hiszen 31 millió 700 ezer forintos támogatásból megújult, ahogyan államtitkár úr is mondta, 5 tanterem, amelyek PVC burkolatát cserélték le a kivitelezők. Az új épület részben a tanári mosdó, továbbá az emeleti, valamint a tornatermi vizesblokk korszerűsödött, emellett a külső lépcső és a járda is szebb, modernebb, biztonságosabb lett, valamint kerítés is épült. Cigány Sándor, Alsópáhok polgármestere hangsúlyozta, az elmúlt 16 esztendőben folyamatosan fejlődött az iskola. Többek között megújult a tetőszerkezet, a régi és az új épület, az energetikai rendszer, hőszigetelték a tornacsarnokot, amelyben a padlóburkolatot is kicserélték, emellett informatikai eszközök is szép számban érkeztek az intézménybe, amelynek energiaellátását ma már részben napelemrendszer biztosítja. Büszke vagyok arra, hogy Alsópáhokon ilyen iskola működik. Volt egy időszak, amikor rezgett a léc, amikor 120 fővel dolgoztunk, és becsöpögött az esővíz ide a padlóra, azonban összefogtunk, és sikeresek voltunk. A település első embere kiemelte, a község eredményes a Magyar Falu programban, amelynek forrásaiból a napokban kezdődött az Árpád utca és a temetőépület korszerűsítése, és vannak további, már elnyert pályázataik is.